Jó estét kívánok! A Kecskeméti Televízió esti hírműsorát látják csütörtökön este 19 órakor. A híres hírek elején megmutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Videófelvétel buktatta le az illegális hulladéklerakót. Minden rászorulónak lesz helye a kecskeméti hajléktalan szállókon. A magyar és a világ szőlészetének és borászatának megmentőire emlékeztek ma Kecskeméten. Egy nemrégen kihelyezett térfigyelő kamera buktatta le azokat a kecskeméti lakosokat, akik szemetüket egy erzsébetvárosi vízelvezető árokba helyezték. Az illegális hulladék lerakás ellen folytatott küzdelemben a városrendészet nagy hasznát veszi a rendőrségre bekötött kamerarendszereknek. Többször tudósítottunk már az illegális hulladék lerakásról, amely visszatérő problémát jelent városunkban is. A kecskeméti városrendészet évek óta a legkülönbözőbb eszközökkel lép fel a szemetelés ellen. A járőrözés, a célzott megfigyelés, vagy például egyes kritikus területek kiemelt ellenőrzése mellett a közterületfelügyelők a legmodernebb felderítési technikákat is bevetik a városképet elcsúfító illegális hulladéklerakókkal szemben. A kecskeméti rendőrkapitányság épületében működő kameraszobában a térfigyelő szolgálatot ellátó közterületfelügyelők észlelték a minap, hogy a Zöldfa utca Praktiker áruház mögötti részén található vízelvezető árokban ismeretlen elkövető illegális hulladékot helyezett el. A kamerák felvételein az látszik, hogy az esti órákban a Gödrös temető utcai játszótér mögötti lakódömbből érkező és ugyanoda távozó ismeretlen férfi egy kézi kocsiról különböző fajtájú szemetet borít le az úttest melletti vízelvezető árokba. Néhány nappal korábban pedig ugyanitt valaki kézben vitte ki és dobta le az árokba az illegális hulladékot. Ezeket mára ugyan eltávolították, de ott jártunkhol már újabb zsák égtelenkedett a közeli utca sarkon. Mivel a felvételeken látható illegális hulladék nagy valószínűséggel veszélyes anyagokat is tartalmazott, felmerült a bűncselekmény gyanúja. Ezért a kecskeméti városrendészet mindkét esetben feljelentést tett a kecskeméti rendőrkapitányság felé. Postás ellenőrnek adta ki magát egy férfi Kecskeméten, aki a gyanú szerint egy időskorú nyugdíját csalta ki. A nyomozás során a rendőrök beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható lőrinci lakost. A 43 éves férfit csalás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették a nyomozók. A gyanú szerint az elkövető januárban jelent meg egy háznál Kecskeméten, itt a Serfőző utcában is magát postás ellenőrnek adta ki magát. Arra hivatkozva kérte el az idősértett nyugdíját, hogy azt a posta hamis készpénzzel fizette ki. Az áldozat elhitte a csaló történetét és átadta neki a pénzt, amivel ismeretlen helyre ment a férfi. A gyanúsítottat a nyomozók a napokban őrizetbe vették. A kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai előterjesztést tettek a gyanúsított előzetes letartóztatásának indítványozására. A rendőrség arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények egészséges bizalmatlansággal és odafigyeléssel megelőzhetőek. 180 éve született Matthias János, az a világhírű szőlőnemesítő. Ő volt az, aki a filoxéravész idején a fertőzött területekről a korokozómentes kecskeméti földekre hozta szőlőit. Nem csupán megmentette, hanem megreformálta a borkészítést. Életére és tevékenységére egy programsorozattal emlékeztek ma Kecskeméten. Megkoszorúzták Matthias János világhírű szőlőnemesítő sírhelyét ma a kecskeméti köztemetőben. Születésének 180. évfordulóját ünnepelték a családtagok, borászok és szőlőnemesítők. Kecskeméten nagyjaink közül ő is azok közé tartozik, akiket feltétlen méltatni kell, és méltósággal meg kell emlékezni róla. Ő szőlőnemesítésben, amit tett, 3500 fajtát, hibridet előállított, világhírnevet szerzett maga korában Magyarországnak. Ez egy olyan dolog, hogy ez kötelezti a borrendünket, hogy méltósággal is tisztelettel emlékezzünk őrá. A mai napig világszerte termesztik a szőlőket és készítik a borokat Matthias János fürtös gyümölcsfajtáival, klónjaival, keresztezéseivel és hibridjeivel. Mindemellett ő volt az, aki megmentette az akkori magyar szőlészetet a filoxéravész idején. A szőlőnemesítő dédunokájától megtudtuk, hogy Matthias János hagyatékának ápolása és megőrzése mellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy neve újra a köztudatban forogjon. Ennek érdekében elindítottak
indítottak egy Matthiasz programot, melynek egyik része, hogy minél több utcát, körutat, intézményt nevezzenek el Kecskemét büszkeségéről országszerte. Az a tervünk, hogy ebben az évben mindenképpen Matthiasz János év, ez a 2018, és az legyen, hogy a világ központja, a szőlészeti és borászati központja Magyarországon legyen, konkrétan Kecskeméten. A koszorúzás után a katonatelep volt a cél, ahol kezdetét vette egy emlékülés. Miután az intézeti Matthiasz szobornál is elhelyezték a vendégek a koszorúkat, előadást tartottak a szőlőnemesítő életéről, munkásságáról és hagyatékáról. A rendezvényről bővebb összefoglalót láthatnak a Híradó után kezdődő kiemelő magazinban. Nincs járhatatlan útszakasz Kecskeméten is közvetlen közelében. A Városüzemeltetési Kft. Ma arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy egyelőre nem dolgoznak a munkagépeik. A társaság szerint a kezelésükben lévő belterületi útszakaszok minden városrészen jól járhatóak. A külterületi földutak nagy része azonban továbbra is havas, de valamennyi járható. A parkolók takarítását tegnap nem tudta maradéktalanul elvégezni a társaság, mivel a várakozó helyek nagy része foglalt volt, vagyis a munkagépek nem tudták megközelíteni azokat. A járdaszakaszok szinte mindenütt jól járhatóak, most a lakosság és a vállalkozók nagyobb arányban kapcsolódtak be a síkosság mentesítésekbe. Az elmúlt napok havazásai után rövidesen a kemény hideg is beköszönt térségünkbe. A hajléktalan szállók már most zsúfoltak, de a kecskeméti befogadó intézmények fel vannak készülve a további létszám növekedésre is. Éppen makaróniért álltak sorba azok a fedél nélküliek, akik a hideg elől húzódtak be a Matkói úti hajléktalan szállóba. Egész évben 39 férőhelyen működik az éjjeli menedékhely, a téli időszakban pedig ez a szám plusz 20-szal bővül. Patai Edit, a Komplex Hajléktalan Ellátó és Rehabilitációs Központ intézményvezetője stábunknak elmondta, nem éri őket váratlanul a hideg, november óta krízis időszakban működnek. Egyelőre még nem teltek meg a szállóhelyek, nem kényszerültek arra, hogy újabb melegedőket nyissanak meg. Kecskeméten két hajléktalan szálló működik, ami éjszakai szállás helyet biztosít, a Jókai utcán és itt a Matkói úton, de a Hoffmann János utcai telephelyünkön is krízis esetén meg tudjuk itt a nappali melegedőt éjszakai szállóvá tudjuk alakítani, valamint nekünk is lehetőségünk van az itt jelenlévő nappali melegedőt átalakítani, és a plusz 20 matrac elhelyezésére van kapacitásunk, lehetőségünk. Patai Edit azt is elmondta, hogy a hajlék nélküliek számára a legnagyobb probléma az intézmény falai között a bezártságérzés. Itt ugyanis szabályok vannak, alkalmazkodni kell egymáshoz. Az ellátottak ezzel szemben nagy szabadságigénnyel rendelkeznek, hiszen egész évben az utakat róják. A kicsi zárt helyen tartózkodás is sokszor konfliktusokhoz vezet. A hajléktalanoknak azonban választaniuk kell, kockáztatják életüket a szabadban, vagy elfogadják a szálló szabályait. Hogyan tudja átvészelni ezt a hideget? Hát nagyon nehezen, mert kint kell állni fél órát, és nagyon fázok, meg betegségem is ilyen. Hát... Volt már olyan alkalom, amikor nem jutott be hajléktalan szállóba, és kint kellett tölteni a hideg éjszakán? Igen, volt. Azt hogyan lehet átvészelni, milyen praktikákkal tudja az éjszakát túlélni? Hát csak úgy, hogy... Nagyon nehezen. Vannak takarói pokrócai? Nincsenek, nem voltak. Az enyhe télben az influenza-szerű megbetegedések is gondot okoznak. A betegek lábadozására ilyenkor külön helységet nyitnak meg az épületben. Patai Edit hangsúlyozta, hogy betegség ide vagy oda, senkit nem küldenek el, hiszen a hajléktalan szálló, főleg a hidegben, a rászorulók utolsó mencsvára. Ma van a bűncselekmények áldozatainak világnapja. A kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai az egyik helyi bevásárlóközpontban hívták fel a figyelmet az áldozatvédelem fontosságára. A kecskeméti rendőrkapitányság megelőzési és áldozatvédelmi alosztályának munkatársai az áldozatsegítő szolgálattal és más társszervezetekkel közösen hívták fel a figyelmet az áldozattá válás megelőzésére. Az érdeklődőknek a szakmai tanácsadáson kívül hasznos tájékoztató füzeteket adtak át. A brosúrákból például megtudhatjuk, hogyan védjük az otthonunkat, hogyan használjuk biztonságosan a bankkártyát, valamint azt is, hová fordulhatunk, ha már megtörtént a baj. A bevásárlóközpontba kitelepült standnál továbbá azok is hasznos információkhoz juthattak,
akik szeretnének csatlakozni a rendőrség határvadász osztályához. Önkéntes területvédelmi tartalékosokat képeznek ki a Hetényegyházi laktanyában. A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programban létrehozott új szolgálati forma nagy népszerűségnek örvend. Az elsajátított ismereteket a civil életben is sokan használva alkalmazhatják. Katonai jármű érkezik ellenőrzésre. Ennek a teherautónak az átvizsgálását ez alkalommal önkéntes területvédelmi tartalékosok végzik a Hetényegyházi laktanyában. Az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik ága az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése, amelynek keretében a Magyar Honvédség egy új szolgálati formát hozott létre. A területvédelmi tartalékosok felkészítését Bács-Kiskun megyében már az előző év végén elkezdték. Most a második modullal folytatták kiképzésüket. A terettan foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a területvédelmi ismeretek oktatására, melynek keretében személyi átvizsgálást, gépjármű átvizsgálást, ellenőrző átteresztőpontnak a működtetését is gyakorolják a tartalékosok. A tartalékosok kipróbálhatják a járművek alvázának ellenőrzését egy speciális tükrös eszközzel. De nem csak a katonai szolgálatuk alatt tudják majd hasznosítani a megszerzett tudást. Olyan ismereteket sajátítanak el nálunk, amelyek a civil életben is nagyon hasznosak. Én kiemelném ezek közül az elsősegélynyújtást, a katonai közelharcot, a katonai testnevelést, a tájékozódást. Betérdele és szépen lehet vizsgálni, jó? A személyek átvizsgálásakor a tevékenység irányítását és biztosítását sajátíthatják el a tartalékosok. Önkéntesnek várnak mindenkit, akit érdekel a katonai egyenruha, a lőfegyverek, a katonai haditechnika és a katonai szolgálat, de szeretnék megtartani a saját munkájukat, hivatásukat. Hallottam erről a területvédelmi tartalékos rendszerről. Ez jelentett akkora elfoglaltságot, ami mindenféle gond nélkül belefért a civil életembe. És nem is igazán töprengtem rajta, hogy ezt vállaljam-e. Ezt fel tudtam vállalni a munkám mellett, az egészségi állapotommal, ezért boldogan vállaltam. Katonai alapismereteket tanítok, és a gyakorlat az hiányos egy kicsit, és azt gondoltam, hogy az életszerűbb, hogyha az ember tartalékos katona, és mondjuk egy ellenőrző átelesztő pontról nem csak a könyvből tudja felolvasni, meg diákkal szemléltetni a gyerekeknek, hogy ott mi történik. Az ország valamennyi járásában megalakult már egy önkéntes területvédelmi tartalékos század. A felkészítésük és alkalmazásuk helyben történik, alapvetően a járásban. Évente összesen 4x5 napban. A program célja, hogy 2026-ra 20 000 tartalékosa legyen Magyarországnak. Ma ünnepelte egy éves születésnapját a kecskeméti Trendalelke vállalkozói reggeli, amely inspiráló beszélgetések rendszeres helyszíne. Nem történt ez máshogy most sem, közel 30 nő hallgatta Szemereiné Pataki Klaudia polgármestert és Olasz Anna világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszú távúszót. Ezen szavakkal köszöntötte Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere a nőket a Trendalelke vállalkozói reggelin. Az esemény sorozat ma ünnepelte egy éves születésnapját. Az eddig megrendezett 10 reggelin és 2 workshopon a marketing és a szervezetfejlesztés témákat járták körül, de egyebek mellett szerveztek egy jótékonysági főzést is. Pajkó Andrea a program alapítója szerint az inspiráló beszélgetéseknek fontos szerepe van a kapcsolatépítésben és a vállalkozások fejlesztésében is. Ma Olasz Anna világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszú távúszó osztotta meg tapasztalatait a hölgykoszorúval, mivel, mint mondta, hosszú távúszni pont olyan, mint vállalkozni. A reggelin részt vett Enger Jakabné Zsuzsa, a Nők a Nemzet Jövőjéért Alapítvány elnöke, önkormányzati képviselő is, illetve a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Utasi Melinda gazdasági igazgató. Több mint 200 darabból álló gyűjteményi központot létesítenek a kecskeméti Vojtila házban. A kiállítóhely célja a népkonyha számára az elmúlt 13 év alatt felajánlott festmények és egyéb műtárgyak méltó elhelyezése, bemutatása, közkincsététele. Jelentős mennyiségű, különleges, értékes, szélesebb körben is bemutatásra méltó festmény, műtárgy halmozódott fel a Vojtila Barátság Központban az elmúlt 13 év során.
Az intézmény néhány hónap múlva a kultúra iránt fogékonyak számára is elérhetővé teszi az alkotásokat egy gyűjteményi központ létrehozásával. Farkas P. József alapító igazgató stábunknak bemutatta az eddigi kincsek egy kisebb részét. Láthattuk Walter Gábor festményét, Kő Ferenc, a híres kecskeméti festőművész alkotásait egykori és jelenlegi pápáinkról, illetve Stanislaw Dzsivis, lengyel bíboros, az intézményhez kapcsolódó dokumentált gratulációját is. A bíboros további két műtárgyal gyarapítja majd a gyűjteményt, melyeket két héttel ezelőtt a Petőfi díj átvétele után ajándékozott az államnak. Ezek hamarosan szintén a Wojtyla ház falait díszítik. Farkas P. József azt is elárulta, ez év májusában Pintér József emlékére rendeznek egy 30 fotóból álló kiállítást. Ennek fő oka, hogy a néhai keceli vállalkozó, a Pintér művek alapító tulajdonosa kezdettől fogva, mintegy 10 esztendőn át támogatta jelentős adományaival a létesítmény működését. És a híradó végén egy sporthír: a KTE Automatika.hu férfi kézilabda csapatára fontos meccs vár a következő fordulókban, ha a bajnokság végén a dobogón szeretnének állni. Pénteken hazai pályán játszanak fiaink. Múlt héten a Mizsekáci ellen lépett idegenben pályára csapatunk, akik ellen 22-18-ra győztek a megyei El Clásicón. Ezzel egy helyen előrébb léptek a tabellán, és a hetedik helyről várhatják a folytatást. Holnap a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának 17. fordulójában a 11 pontjával a tabella 9. helyén álló Törökszent Miklós IKE együttese jön Kecskemétre. Az őszi szezonban 25-25-ös döntetlent játszottunk ellenük idegenben, a dobogós cél érdekében pedig kötelező hazai pályán a két pont. Ocsovai Zsolt, a KTE vezetőedzője elmondta, győzelmet vár hazai pályán, de nem szabad átesni a ló túlsó oldalára sem. Ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben egy-két vereséget meg kell tanulnunk becsülettel elviselni, most ugyanígy kell ezeket a győzelmeket viselni. És ha megtanulunk nyerni és ezt korrekt módon elviselni, akkor még nagyon sok szép sikert fogunk elérni a tavaszi szezonban. A Törökszent Miklós elleni mérkőzésen 19 órától szurkolhatunk csapatunknak a Messzi István sportcsarnokban. Ezek voltak a híres hírek, csütörtökön este mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Videó felvétel buktatta le az illegális hulladéklerakót. A csatornába dobott szemétbe valószínűleg veszélyes anyag is volt. A hó után hideg hullám éri el térségünket hamarosan. Minden rászorulónak lesz helye a kecskeméti hajléktalan szállókon. Matthias Jánosra, a magyar és a világ szőlészetének és borászatának megmentőjére emlékeztek ma Kecskeméten. Önkéntes területvédelmi tartalékosokat képeznek ki a Hetényegyházi laktanyában az Rényi 2026 haderőfejlesztési program keretében. Ez volt a híradó, de a hírórát most folytatjuk a kiemelővel, amelyben ma beszámolunk a korszerű gyermekétkeztetésről, valamint a híradóban már említett Matthias János megemlékezésről és az emlékülésről. Stúdió beszélgetésünkben a Hírös Sport Nonprofit Kft. Üzemeltetése alá tartozó valamennyi intézményről szó lesz. Nyilván beszámolunk a 2017-es eredményekről, és szólunk a 2018-as tervekről is. Ha lemaradtak híreinkről, akkor nézzék a hírportálunkat, a cím híres.hu, vagy nézzék a híradó ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor. Friss híres hírekkel holnap este a szokott időpontban, tehát 7 órakor én várom önöket. Tartsanak velünk akkor is, most köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!
Az előrejelzések szerint péntekkel már csapadékmentes időnk lesz. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és rövidebb időszakokra a nap is előbújhat. Továbbra is élénk lehet az északi szél. Délután -1, +7 fok valószínű, vagyis tovább vékonyodik a hótakaró. Szombaton már alapvetően napos időre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Reggel a hóval borított derült tájakon -8, -12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Napközben pedig -4 és +3 fok közötti értékek várhatóak.